Március elején a legtöbb helyen már javában zajlik a meccés, ha az időjárás engedi, már januárban hozzá lehet kezdeni. Ezt főleg nagyobb ültetvényeken szokták megkezdeni, hogy időben végezzenek a munkával. A meccést befolyásolja a fa életkora, hogy az előző évben mennyi hajtásnövekedés keletkezett, illetve hogy milyen volt az előző év termése. Ennek is köszönhető, hogy például itt Nagy Káló és káró Semjén között még nem mindenki kezdte el a munkát. Az időjárás természetesen itt a nagykálói körzetben is fontos tényező. Itt januárban leesett egy pár milliméter hó, az ugyebár aki már akkor el kellett, hogy kezdje a meccsésre, az megfogta egy jó hétre, aztán, ö, ö, bocsánat, ez decemberben volt, aztán januárban volt egy, egy majdnem kéthetes dél, ami a fákat lepte, ilyen nappal rajta volt, akkor megint egy olyan 15 napot nem lehetett dolgozni, ö, aztán most megint ugyebár olyan időjárások vannak, hogy a múlt héten két napot, most a héten ö, megint két napot már nem lehet dolgozni, ö, tehát vannak ilyen dolgok. Én én azért megmondom őszintén, hogy ha az eső miatt kell megállni, én azért nem vagyok szomorú. Mert azért azt lehet tudni, hogy a, a talajok nincsenek feltöltve vízzel, tehát a talajviszint nagyon lent van, szárazság van, tehát minden milliméternek én ö, ö, személy szerint örülök. Az, hogy a, a dér miatt kell megállni, az ugye bár de nem egy jó dolog. A jó termés átlagot a fokozatosan emelkedő hőmérséklet segítené a legjobban, illetve a csapadék, a robbanásszerű melegedés a növényeket megterheli de a gazdák számára sem jó, mert akkor nem tudják időben befejezni a kora tavaszi tavaszi munkálatokat. Szabolcsi Attila almafáin hektáronként 400-450 más a gyümölcs a tavalyi évben, így egy jó közepes évet zárt. Nem mindenki volt ilyen szerencsés. Ezek a kivágott almafák azt jelzik, hogy valamelyik gazda már elkezdte felszámolni a területét, vagy pedig új gyümölcs termesztésébe kezd az ültetvény és a gazda társadalom egyaránt öregszik, a fiatalok számára pedig nem kedvező pálya a mezőgazdaság, tette hozzá Szabolcsi Attila. Félek attól, hogyha az AKG ebbe a 2020-as évbe letelik, akkor ez hatványozottan fog jelentkezni. Megmondom őszintén, én is elgondolkodom benne komolyan, hogy a következő évben mi legyen az ültetvényemmel. A fiatal gazdáknak szóló pályázat talán segítette az ágazat helyzetét az elmúlt években, de így is rengeteg az önköltség, például az alma termesztésnél is. Aki élelmezésre akar termeszteni almát, annak ugye bár csak modern jéghálós támrendszeres ültetvénybe szabad gondolkodnia, aminek a bekerülési költsége nagyságrendileg mondom 12-14 millió forint. Ha ehhez körülbelül 30-40 százalékos támogatást kap a fiatal gazda, még akkor is hektáronként nagyjából 7 millió forintra van szüksége egy kezdő almatermelőnek, tette hozzá Szabolcsi Attila.